Sziasztok! A mai epizódban az SMSL DO300-as DAC-ját fogom nektek bemutatni. Ez a termék az Auschwitz Audio és az SMSL együttműködésének a jelenlegi flagship modellje, amelybe az ISS IS9039 MS Pro DAC chipje került, ami a cég kínálatának a csúcslapkája. Számomra eddig az ISS konverterekkel szerelt eszközök nonplus ultrája a Gasters X18-as volt, szóval arra is nagyon kíváncsi voltam, hogy a DO300-as hogyan teljesít a Gastert ellenében. Nem akarok mindjárt a videó elején spoilerezni, de a két eszköz abszolút ugyanabban a ligában játszik már, ami a hangminőséget illeti. A DO300-as továbbra sem egy kifogástalan eszköz, mert találtam benne egy furcsaságot is, de ezt leszámítva nem nagyon lehet fogást találni ezen a csomagon. Hamarosan tehát jövök a részletekkel. Az SMSL DO300-as dizájnjára nem kell sok műsoridőt pazarolnunk, mert ez ugyanaz az egyszerű vonalvezetési doboz, amelyet már a DO200-asnál, illetve a DO200 MK2-nél is megismerhettünk. Az előlap közepét itt is egy encoder foglalja el, amelynek bár van egy minimális lötyögése, de ennek ellenére precízen lehet vele a DO300-ast vezérelni. A doboz jobb oldalán most is egy nagy felbontású színes kijelzőt kapunk, amelybe integrálták a távirányító infravörös vevőjét is. A hátlapon is a megszokott analóg és digitális csatlakozásokat találjuk meg, méghozzá továbbra is szinte kompromisszumok nélkül. Az analóg kimenetek tekintetében tehát van egy pár XLR és egy pár RCA kimenetünk, a digitális bemenetek között pedig megtalálhatjuk az ASBU, az i4Z-es, a Bluetooth, a koaxiális és optikai, valamint az USB-B bemeneteket is. A sort itt is a hátlap jobb oldalán elhelyezkedő szabvány IEC tápbemenet és a főkapcsoló zárja. A menü tekintetében továbbra sincs sok változás. Az elérhető funkciókat alapvetően az ISS DAC chip határozza meg, ellenben ami újdonság, hogy a beépített PCM szűrő teljesen ki is kerülhető, azaz gyakorlatilag a túlmintavételezést teljesen kikapcsolhatjuk. Ezt csak akkor javaslom, hogyha a forrás oldal sokkal jobb minőségű digitális túlmintavételezésre képes, mint amire a DO300-as. A DAC természetesen használható előerősítőként is. Ennek a funkciónak az az érdekessége, hogy a maximum 0 decibeles hangerőhöz képest plusz 2 decibelt tudunk még rápakolni. A leírás nem tér ki, hogy ez a jelszint kiemelés a digitális vagy analóg tartományban történik-e. Minden esetre a digitális 0 decibel fölé menni 2 decibellel nem túl bölcs dolog, hiszen annak azonnali torzítás lenne az eredménye, szóval gyanítom, hogy az analóg doménben kapunk még egy kis izmot a kimenő jelre. Ezzel a preamp üzemmóddal kapcsolatban van egy furcsaság ebben a DAC-ban, amit már a DO200 MK2-nél is felfedeztem, miután a videó kiment róla, és ez a furcsaság a DO300-as szoftverében is benne maradt. Arról van szó, hogy amikor fix hangerőre váltunk, akkor ugye arra számítanánk, hogy a DAC hangereje automatikusan a maximális 0 decibelre áll be. Nos, itt valami oknál fogva nem ez történik. Ha preamp módról fix hangerőre váltunk, akkor azon a szinten fixálódik a hangerő, ahova azt korábban állítottuk. Ennek persze így sok értelme nincsen, és bár a hangminőséget ez nem befolyásolja, a felhasználói élmény szempontjából ez a funkció egyáltalán nem úgy működik, ahogyan azt sok másik DAC esetében megszokhattuk. Tehát mielőtt fix üzemmódra váltunk, el kell tekernünk a hangerőt 0 decibelig, majd ezután aktiválni ezt az üzemmódot. Ha már a felhasználói élményről beszélünk, szerintem a Gasterd R26-ban van a tökére csiszolva ez a funkció,
de ez a DAC egy későbbi videóm témája lesz. A DO300-as belső felépítésére és minőségére továbbra sem lehet semmi panasz. A tápellátásért ezúttal is egy SMS által tervezett kapcsolóüzemű tápegység felel. A digitális jeleket az XMOS XU316-os processzor fogadja, a precíz időzítésért felelős óraalapot, illetve a hozzátartozó CPLD-t ezúttal fém árnyékolás alá rejtették. A rendszer teljes körű irányítását ezúttal is egy ARM architektúrájú mikrokontroller végzi. A DO300-as szíve az ISS IS9039MS Pro chip, amely a PCM, a DSD és az MQA dekódolásért felelős. A DAC analóg szekciójában 11 darab Texas Instruments OPA 1612-es műveleti erősítő teljesít szolgálatot, precíziós ellenállásokkal megtámogatva. Szóval a bevezetőben is feltett kérdés, tehát az, hogy hogyan viszonyul az SMS-el DO300-asa Gustard X18-ashoz hangminőség tekintetében, hiszen mindketten az 500 és 1000 dollár közötti sávban mozognak. Ha gyorsan kell megválaszolni ezt a kérdést, akkor azt tudom mondani, hogy a kettő teljesen egyforma. Nem hasonló, nem nagyon közel van egymáshoz, hanem tök ugyanaz. Ez annak ellenére nagy fegyvertény a DO300-as mellett, hogy az X18-as mégiscsak lineáris tápegységgel működik, ami ugye kapásból egy mondjuk úgy audiofilebb megközelítés. És mégis a DO300-as az újabb ISS chip és egy kiváló tervezésű kapcsolóüzemű táp segítségével ugyanazt a teljesítményt nyújtja, mint a tavalyi flagship lapka a lineáris táppal. Még hogy nincs fejlődés a DAC-ok piacán. Ha ehhez hozzáveszünk azt is, hogy a DO300-as 200 dollárral olcsóbb is a Gustardnél, akkor világossá válik, hogy ez a DAC ismét teli találat, ráadásul az MQA-t érintő szűrő problémát is kijavították a DO300-ason, tehát az inézetes és a Bluetooth bemeneteket leszámítva, amelyek egyáltalán nem használhatóak MQA lejátszására, minden más bemenetén keresztül hibátlanul játssza le az MQA anyagokat is. A DO300 továbbra is azt a tipikus ISS hangzást nyújtja, ami elsősorban a részletekről, a kiegyensúlyozottságról és a transzparenciáról szól. Kellően feszes mélyekkel, részletes középtartománnyal, nem fárasztóan tolakodó magas hangokkal és tiszteletet parancsolóan széles színpadképpel. Ez az a fajta hang, ami bár alapvetően analitikusnak mondható, de hosszan hallgatva sem fárasztó, és kiválóan képes a felvétel minden rezdülését a lehető legvalósághűbben reprodukálni. Ez a DAC az Aosida Audio weboldalán 549 dollárért vásárolható meg, ami egy nagyon jó ár, azt figyelembe véve, hogy a 750 dolláros Gustard X18-assal teljesen egy ligában van, és ha a fix hangerővel kapcsolatos bug nem lenne, akkor azt mondanám, hogy tökéletes is. Ennyi mára, ha van véleményetek ezzel a videóval kapcsolatban, akkor azt osszátok meg a videó alatt, vagy a csatornám Discord szerverén. Ha szeretnétek még sok hasonló tartalmat látni, akkor ne felejtsétek el lájkolni a videót, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, amennyiben ezt még nem tettétek meg. A csatornát támogathatjátok Patreonon, PayPalon vagy Buy Me a Coffee-n keresztül.
Ezeken felül közvetlenül a YouTube-on keresztül is küldhetnek adományokat a videóm ablaka alatti szuper köszönet gomb segítségével. A kapcsolódó linkeket mindig megtalálhatjátok a videóim leírásában. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket, nem sokára újra jelentkezem. I wish I knew.